előadásomban Szent László lányáról, Komnénos János bizánci császár feleségéről fogok beszélni, aki Bizáncban az Ejréné nevet kapta, és aki idehaza leginkább Piroska néven ismeretes. Amit személyéről a források elárulnak nem túl sok, ám mégis soknak tűnik, ha az Árpád ház sok más női tagjához mérjük. A hazai krónikákban éppen, hogy említés történik róla és házasságáról, görög nyelven a történetíró kinnámos szűk egy oldalt szentel személye dicséretének. A Komnénosz ház udvari költői is több versben magasztalják. Mint Szentnek legendája nincsen, de két változatban is fennmaradt életrajza a bizánci szinakszerionokban. És természetesen ott vannak a Hágia Szófia gyönyörű mozaikjai, amelyek férje és Alexios fia ábrázolják, és amelyek alkotója úgy tűnik ö, törekedett az egyéni vonások élethű megragadására. Úgy tűnik a Szent Lászlónál most már kimutatható szőkeség itt nagyon hatványozottan jelentkezik. Négy fia és négy lánya született, élén karitatív tevékenységet folytatott. Nehéz megítélni, hogy mennyiben hiteles a magyar krónikás adat, amely szerint konfliktusba is került férjével magyar ügyekben, de az biztosan elfogadhatjuk, hogy megőrzött bizonyos kapcsolatot hazájával. 1134-ben halt meg Bitiniában, ahová férjét kísérte el. A Bizáncban elterjedt szokás szerint valószínűleg halálos ágyán tette le a szerzetesi fogadalmat, a Xené, azaz idegen szerzetesi nevet véve fel. Amit tudunk róla, az tehát nagyobb rész forrásokkal jól alátámasztott adat. Alakja mégis titokzatos marad. Ez a titokzatosság nem annyira ejrénét, mint történelmi személyt övezi. A modern köztudatban élő képe az, ami bizonyos pontokon misztikus ködbe burkolódzik. Ennek egyik fő oka a rávonatkozó történeti tudás kontinuitásának a hiánya. Krónikáink megadják magyar nevét, de valójában már, már nem tudjuk teljes bizonyossággal kiolvasni ezt a nevet. Amikor a skizma utáni Bizánc császárnéja lesz, egy a nyugat számára idegen és ismeretlen világba lép át. Bár az ortodoxia szentje, de tisztelete megszakad Konstantinápoly bukásával. Így a hagyomány folyamatossága is elvész. A történeti emlékezet megszakadásának majd a kontinuitás újraalkotására tett kísérletek nehézségeinek egyik tünete, hogy az újkorban időnként összekeverik, összemossák személyét egy olyan görög szentével, akihez valójában semmi köze nincsen, nevezetesen Szent Paraszkévával. Előadásunkban ezekről a személyek körüli fehér foltokról fogok beszélni. Előre bocsájtom, hogy nem fogok megoldásokat kínálni. Célom egyelőre inkább csak a kérdések felvetése, bizonyos problémák megfogalmazása. Ö Piroska személyével kapcsolatban talán a legbizonytalanabb pont a neve. Először a 14. századi krónika kompozíció említi, Imperatrix Konstantinopolitana filia regis Ladislai nomina, nomine pirisk megfogalmazásban. Azt, hogy a komnénoszok alatti szoros és persze nem mindig baráti magyar-bizánci viszony mennyire meglazult, jelzi, hogy a kéziratok egy hipotetikus t tesznek meg itt még Eiréné férjéül. Bonfini a maga művében ezt javítva a királylányt Manuel Comnenos anyja helyett a feleségévé teszi. A magyar történet tudomány kezdeteinél, amíg a kutatás nyelve is a latin volt, általában megtartották ezt a krónikákban álló névformát, csak a latinizáló ávégződéssel látták el. Itt ez például Praj György is történeti műveiben Piriszkának nevezi. Arra vonatkozóan, hogy a piriszk név tulajdonképpen micsoda, a modern szakirodalomban, csak úgy, mint az ismeretterjesztésben és a művészi alkotásokban is, leggyakrabban két variáció tűnik föl. Az első a piriszk nevet a piroska egy változatának ö, tekinti. Az Árpádház nem ragaszkodott hozzá szigorúan, hogy keresztény szentek neveit használja, bizonyítja ezt a számos Géza és Béla. Ha a név piroska volt, ez becenév is lehetett, hiszen a szófia mozaiki alapján úgy látjuk, ez elég jól leírja a császárné tényleges megjelenését. A másik lehetőség, hogy a név a Priska változata, feloldva a szó elején magánhangzó torlódást, más torlódást. Ebben az esetben a királylány védőszentje a római mártír volt. Ez az elképzelés már a 18. században is általános, Prajgyörgy György is Priszkából magyarázta a nevet. Nyelvészetileg könnyen levezethető, és mögötte az a vélemény áll, hogy Szent László király csak adott valami rendes keresztény nevet a e, lányának, és nem egyszerűen csak szöszi lett belőle. Ezek mellett van egy harmadik, sokkal kevésbé közismert lehetőség is. Stripski Hiador 1913-as könyvében Jegyzetszerű felsorolását adja a görög bizánci kultúra bizonyos vagy feltételezett árpádkori hatásainak. A görög eredetű személynevek, mint mondjuk a Vazul után, a következő kicsi, kis enigmatikus sorokat olvashatjuk. Piroska, oklevelekben Priska, Szent László leányának igazi neve a görög Paraská Paraszkéva. Piroskává csak a 18. század Dugonics irányzata változtatta át. Először is, hogy kerül ide Dugonics? Dugonics András, piarista, író és matematikus, 1794-ben adta ki Bátori Mária című drámáját. A cselekmény a középkori portugál történelem egy sokszor színpadra vitt eseménye, Inez de Cortes története. Dugonics ennek egy német dráma változatát dolgozta át, szinte sorról sorra fordítva a német eredetit magyarra, ugyanakkor a cselekményt áthozva magyar földre, könyves Kálmán udvarába. Ezt tette lehetővé, hogy Dugonics a cselekménybe beilleszen két levelet, melyek bizonyíthatták az Árpád ház akkori európai jelentőségét. Az egyik Kálmán apósától a szicíliai Norman első, első Rozsé udvarából érkezik, a másik pedig Piroskától, a bizánci császárnétől, aki a darabban Kálmán testvérhugaként jelenik meg. Bár Piroska nincs jelen személyesen a színen, de a levél az, az, nagyon személyes hangvételű, és Dugon is szokásához híve mellékel mellé egy egész kis történeti áttekintést, magyarra fordítva Kinnamosznak a császárnét méltató szavaid. A Bátori Mária Dugon is népszerű és legtovább játszott darabjai közé tartozott. Erkel Ferenc ezt választotta 1840-ben bemutatott első operája témájául is. Tehát Dugon is piroska értelmezése igen nagy hatást gyakorolhatott a közvéleményre. Szripszki Hiador viszont úgy tűnik, ezt egyszerűen a nemzeti romantikus érzület fellángolásának tartja. Ugyanakkor saját voksát nem a szokásosabb Priska, hanem a Paraszkéva mellett teszi le. Ennek rövidebb Paraszka alakjából eredeszteti a krónikák piriszkét. Szripszki választása mögött nyilván ott van a saját Ruszin származása is. De ugyanakkor az a kép teljesen logikus gondolat, hogy a Piriszk név mögött miért egy némileg periferiális latin szentet, Priszkát sejtsünk, mikor elvezethetjük egy rendkívül fontos és jelentős kultusznak örvendő görög szent nevéből is. Itt fel kell hívnom a figyelmet egy fontos distinkcióra: A piroska és a paraszkéva nevek kétféle módon hozhatók egymással kapcsolatba. Az egyik esetben a külhoni paraszkéva név magyar nyelvi megfelelőjének a piroskát veszik. Ez olyasféle párosítás, mint amikor a görög eugén név, amely görögül nemest jelent, magyar párjául megteszik a jenőt, ami viszont egy ősmagyar törzsnév, tehát nyilvánvalóan semmiféle etimológiai vagy egyéb kapcsolata nem lehet az eugénnel. Az ilyen párosítások általában a 19. századra mennek vissza. Megjelenésüket pontos időhöz, személyhez kötni alig ha lehetséges. Egy ilyen párosítást hoztak létre a piroska és a paraszkéva között is. Ezért van az, hogy manapság is a hazai ortodox vagy görögkatolikus kisebbségek Szent Paraszkévának dedikált templomai a szakirodalomban és a mindennapi gyakorlatban is időnként Szent Piroska templomként vannak megnevezve. Mint majd látni fogjuk, ez az azonosítás néha egészen tragikomikus félreértéseket is eredményezett. Stripski azonban ennél többet állít ő azt mondja, hogy Szent László lányát ténylegesen Paraszkéva névre keresztelték. Ezen a néven három szent ismert, két ókori mártír, illetve a legfontosabb egy ö, szintén Paraszkéva nevű görög szent, aki viszont a 11. században élt. Piroska névadójaként kronológiai okokból inkább a két mártír jöhet szóba. A helyzetet bonyolítja az, hogy Paraszkéva balkáni, illetve általában a szláv népszerűségéhez hozzájárult, hogy alakja összekeveredett a néphit egy alakjával, Szentpéntekkel. És ez a Paraszkéva névnek a jelentése, és le is fordították ezt az egyes hát szláv, illetve román nyelvre is. Érdekes, hogy az Árpád házból, sőt általában az Árpád kori névanyagból a Priska és a Paraszkéva az nem ismert. De ugyanakkor a illetve Pentuka női név az előfordul. A névben túllépve, ugye a következő pont, ha már ugye a kontinuitásról beszéltem, ugye, mint hogy a császárnét az ortodoxia szentként tisztelte, egyréné emlékezetének a folytonosságát leginkább ez a kultusz biztosíthatta volna. Azonban ez nem történt meg. A személyek körül nem alakulhatott ki olyan kultusz, mint más Szent Életű Árpád házi királylányok esetében. Ejréné a komnénosz dinasztia szentje volt. Tisztelete alapvetően kapcsolódott a dinasztia önreprezentációjához, emlékezete összefort a dinasztiával és a birodalommal, és hát mind a kettő az enyészet élet. Halálának napja így ünnepe is augusztus 13-ára esett az úrszíne változásának ö, oktávájára. Így a nap liturgiája elsősorban ehhez az ünnephez kapcsolódott. Emellett Eiréné fűműve a Pantokrator monostor megépítése volt, amelyet fia fejezett be, és ez lett a Komnénosok temetkezési helye is. Itt az elhunyt Komnénosokról való megemlékezésekre viszont elhozták a Teotokosz hodégétriai ikonját, amely Bizánc talán a legnagyobb tiszteletnek örvendő ikonja volt. A Pantokrator kolostorban helyeztek el számos további jelentős erekét. Mindezek következtében Eiréné, mint szent személye némileg háttérbe szorult éppen a saját ünnepén és a saját nyughelyén. Most pedig ugorjunk egy nagyot a 21. századig, egy egészen meglepő és sajátságos sajtóhírig, amely, mint mondtam, szinte tragikumikusnak is nevezhető. Azonban érdemes felidéznünk, hogy a kis utána következők majd világosabbak legyenek. 2017-ben jelent meg egy internetes hírportálon, ez az Erősen Kattintás Vadász cím, kilométeres sorban állnak a románok, hogy megcsokolhassák egy magyar királylány eretjéit. Az apropó Szent Paraszkéva Jászvásári zarándoklata, akit a cikkíró nagyvonalúan azonosított Szent László lányával. A félreértés forrása ez a már említett Piroska Paraszkéva név megfeleltetés volt. Az internetes portáltévedésére Marta József egyháztörténész, a Gyula-Fehérvári teológiai kar professzora válaszolt, aki hamar helyre tette, hogy ki is ez a Jászvásáron tisztelt szent, és hát személyének természetesen semmi köze nincs Szent László lányához. De hogyan került Paraszkéva jásvásárba? Egy több évszázados, valóságos balkáni körutazást képező erekje transzláció végeredményeké. A Szent eredetek Trákiában élt Konstantinápoly környékén, testét Kalikratejából 1238-ban vitték Velikó Tárnovóba, a Bolgár Birodalom fővárosába, majd onnan 1393-ban Belgrádba. Ottani templomát ma is szinte se lehet kerülni annak, aki megtekinti a Nándorfehérvári várat. A város elfoglalása után, 1521 után Konstantinápolyba vitték, majd 1641-ben Vasile Lupu moldvai fejedelemnek ajándékozta az erekéket a pátriárka mindenféle hát, nagyvonalú támogatásáért cserébe. Akkor került át jászvására, ahol Paraszkéva moldva védőszentjévé vált. Na már most Paraszkéva konstantinápolyi tartózkodásának egyik forrásunkban van egy érdekes és egész meglepő magyar vonatkozása is. 1553-ban Verancsi Csanta követséget vezetett Törökországba, hogy tárgyalásokat folytasson a szultánnal. Ennek a követségnek amúgy volt egy nagy tudományos eredménye is, a Monumentum Ankuránum Augustus császár politikai végrendeletének a megtalálása. A követség tagjaként utazott Hans Dersvam, a Fuggerház alkalmazottja, aki egy terjedelmes és érdekes megfigyelésekkel teli úti naplót hagyományozott az utókorra. Itt a következőket olvashatjuk. A Pátriárka templomában is mutatnak egy fakoporsót, benne vászomba bevarrott kis holtester, azt mondják Mária Szálome az. Mellette a mellékhajóban fakoporsó, abban egy asszony személy. A rácok és a magyarok Szentpéntek asszonynak nevezik. Azt mondják, hogy rácnő volt a szendrői rác király vagy despota lánya, aki Szent Imréhez István király fiához ment feleségül Magyarországra és szűz maradt. Az ajtó rácsát a törökök lepecsételték, hogy ne lehessen többé menni oda. Ugyanott a pátriárka templomában az egyik sarokban egy kőből készült három röv hosszú, több színű és csiszolt kerek osztopál, melyről azt állítják, hogy Krisztus ahhoz volt kötve, amikor megostorozták. A templom, amiről szó van, a Makarisztoz templom, amelyet a törökök Konstantinápoly eleste után, a pátriárka székhelyéül jelöltek ki. 1588-ban néhány évtizeddel Dánsmot járta után, ezt is elvették a keresztényektől és mecsetté alakították. Elég sok erekét őriztek itt, mivel Konstantinápoly eleste után Genádius pátriárka, más templomokban is elég sok erekét áthozott ide a templomnak ezen átmeneti korszakából több utazónak a leírása is fönnmaradt, tehát nem csak Dens van még. Ezek közül uh, uh, Salomon Schweiger, egy luteránus teológus és orientalista, 1578 és 81 között élt a városban. Ő is említést tesz az oszlopról, amelynek Krisztust megostorozták. Szent Szalome, illetve emellett még Szent Eufémia sírjáról beszél, valamint arról, hogy itt van Alexios Komnénos sírja a császáré, mely, mint mondja, olyan szegényes, hogy egy szegényebb német polgár is különbet kap. Hasznosabb számunkra Hans Jakob Browning leírása. Ő is Szent Szaloma, majd Szent Eufémia sírját említi először, azután a helyi nyugatiak számára fő nevezetességét Alexios Komnénos sírját, Ezután viszont azt írja, hogy egy olyan kápolna következik, amelyet a török császár, mint mondja így, beszélik a kalugyerek, az a görög szerzetesek, lepecsételt, hogy senki sem mehessen be, és ott fekszik eltemetve Szent Veneranda, és Szent Leo, és nem Szent, csak simán Leonóra, Leó császár hitvese. Ez az eredeti megfogalmazás. Ez a Szent Veneranda, bár a név nem nagyon hasonlít, de könnyen megfejthető, hogy a mi Szentpéntekünkre vonatkozik, ugyanis a Veneranda a Paraszkévi egyik lehetséges latin megfelelője a legrészletesebb és legpontosabb leírást egy Péter Scheiner bizantinológus által megtalált görög adja, amely ugyanerre a korszakra datálható, és teljes részletességgel felsorolja a templom minden ikonját és erekéjét. Itt a következő áll, hogy innen ke keletre egy kis oldal templomban, ami zárva van egy olyanokból, amit majd, mint mondja, később elmondok, de nem mondja el, Ebben, a, ezen a helyen található Teófánú császárnő teste, ez a Teófánú bölcsleó e, első és az ortodox egyházban szentként tisztelt feleségének a neve, tehát a Brajnik féle adat ugyan valamiobb Leonóra Leonórát csinált belőle, de mégiscsak pontos volt. Itt van még Szent Merkurius, és Szent Paraszkévé, akinek az ünnepét a bolgárok október 18-án tartják, és akinek a teste Belgrádban volt, amikor Szulejmán meghódította Bulgáriát és Szerbiát. Itt egy ezüst sírban találta meg a szultán, és elküldte, hát valójában drága pénzért eladta Jeremiás pátriárkának. Az ezüst hát, nyughely természetesen azt megtartották, és egy fakoporsóba kerül be, és ez a görög irat is jelzi, hogy lezárták a helyet, ahova a halálbüntetés terhe alatt tilos a ki- és belépés, csak kukucskálni lehet. Ez a leírás részletekben menően egyezik Densvammével. Tehát a törökök által lepecsételt kápolna, a láthatatlanna tett Erekék, és a Szent Paraszkévé. Ami viszont egy nagy különbség. Browning forrásai görög szerzetesek, ezt ki is mondja, a görög irat szerzői természetesen szintén a hely szerzetesei. Dans van viszont azt írja, hogy a rácok és a magyarok szentpéntek asszonynak nevezik, egészen pontosan, de a nem nájnem nébenstrámein hölcerner szárk, mit einer frau, die von Reizen und Ungarn szent pintek asszon genant wird. Tehát a német szövegben is magyarul nevezi meg a szentet, magyar informátoroktól jutott ehhez az adathoz. A magyar fordítás jegyzeteinek összeállítói, Tardilajos és Dávid Géza feltételezték, hogy a Szent Imre házasságára vonatkozó részben Densfam valójában ezt a paraszkévát piroskával keveri össze. A rövid okfejtés lényegével egyetérthetünk annyi kiegészítéssel, hogy az adat, adatok sajátos keveredését sokkal logikusabb lehet Densfam adatközlőinek tulajdonítani, és nem magának Densfamnak, hiszen ő rövid utánjárás utáni sokkal pontosabb információkhoz juthatott volna, akár Paraszkéváról, akár Szent Imréről. Ebben az esetben az erekje szerb magyar eredet története folklorisztikus legenda. Hogy nársam, kiktől hallhatta, nem kérdéses. Az útinaplóban nagyon nagy számban írja le Konstantinápolyba rabszolgaként eladott magyarok történeteit. Sokakkal beszélt és sokak történetét jegyezte fel. Ugyanezt találjuk a többi 16. századi útinaplóban is, akiket említettem. Krúziusz Stefan Gerlach levelére hivatkozva egyenesen azt írja, hogy a török fővárosban a leggyakoribb beszélt nyelvek, a török természetesen, aztán a görög, majd a mediterrán kereskedelem nyelveként használt olasz, és utána pedig a magyar és a horvát. Az, hogy a Rácz despota lányára vonatkozó legenda hogyan állt össze körükben, csak találgatásaink lehetnek találgatni, pedig nem szeretnék. Ami bizonyos, a délvidékről származó személyek számára Szent Paraszkéva, Szent Petka jól ismert szent lehetett, hiszen nem is olyan régen hozták el ezt az erekét. A magyarok közül azonban csak a legműveltebbek tudhattak róla, hogy létezett egy Pirisk nevű Bizáncba került árpát házi királylány. De talán föltehetjük, hogy ezeknek a régi történeti kapcsolatoknak az emléke is belejátszott, amikor a meglehetősen rettentes helyzetbe került magyarok között terjedni kezdett a vélekedés, hogy Konstantinápoly utolsó keresztény templomainak egyikében egy magyar gyökerekkel rendelkező szert nyugszik. Hogy ilyesféle kultusz létezhetett, megerősíti, megerősíti Lubenau megjegyzése is. Tudni, hogy ő azt írja, ő az egyetlen, aki leírja, hogy miért pecsételték le ezt a kápolnát. Ugyanis a törökök elkezdtek oda járni imádkozni. Ezt többféleképpen is érthetjük, ezt a rövid megjegyzést. Hát először is a török megnevezés lehet esetleg, hogy talán tévedés, és valójában ugyanazokról van szó, akikről Dersz van beszél, a törökök magyar és rácfogjairól. Azután lehetséges, és hát valószínűbb is, hogy valódi muszlim törökökről van szó. Szent Petkától Belgrádban különösen a medőasszonyok reméltek segítséget, és az ilyen kultuszok elég könnyen átlépnek a felekezeti és vallási határokon is. És persze van egy harmadik lehetőség is, az összes magyarországi kötődési utazó bizonyos büszkeséggel jegyzi meg, hogy a magyarok ellentétben a többi fogoly néppel, még ha esetleg nagy ritkán a szabadulás reményében fel is veszik az iszlámot, az csak is színleg teszik, megtartva korábbi keresztény hitüket. Tehát egy olyan folklor regendáról beszélhetünk, amely több, több valós történeti adat keveredéséből jött létre, és köztük talán ott van annak az emléke is, hogy élt valaha Bizáncban egy Árpádházhoz köthető királylány. És bármennyire is eltorzította a történeti valóságot a szájhagyomány, ez a legenda alkalmasnak bizonyult rá, hogy migaszt nyújtson a hazájuktól messzire elszakított magyarok számára. Köszönöm a figyelmet!